180 perc Kiss Gábor Istvánnal. 6 perc elmúlt 4:08, folytassuk a halálbüntetés témakörében a beszélgetésünket. Két elemző rögtön a stúdióban, előbb azonban arról, hogy hogyan interpretálták a miniszterelnök szavait például Nagy-Britanniában a halálbüntetésről nyitott vitát, és a The Guardian cikkben, amelyet talán önök is láttak az interneten többfelé, arra is jött egy utalás, hogy a miniszterelnök internáló munkatáborokat hozna létre a menekülteknek. Így tudósít tehát a magyarországi belpolitikai vitákról a brit The Guardian, a kormány helyreigazítást fog kérni. Hallgassuk Tóth Valit Londonból. Élesen bírálja a magyar kormányfő legújabb lépéseit a Guardian című brit napilap. A magyar miniszterelnök vissza akarja állítani a halálbüntetést, és munkatáborokat akar építeni a bevándorlóknak. Ezzel a felcímmel kezdi írását a Guardian Orbán Viktor kormányfő legújabb terveiről. A miniszterelnököt jobboldali nacionalista politikusként jellemző írás szerint Orbán Viktor szembeszegül az uniós joggal, és bevándorlás ellenes megnyilatkozásként internáló táborokat akar felállítani az illegális bevándorlóknak. A lap hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés ellentétes az uniós joggal. Az új nemzeti konzultációról pedig azt írja, ez egy olyan bevándorlás ellenes manifestum, ami egyenlőségjelet tesz a bevándorlók és a terroristák közé, és azt állítja, hogy a bevándorlók elveszik a magyarok munkáját, ezért az illegális bevándorlóknak táborokat kell felállítani, és kényszeríteni kell őket arra, hogy dolgozzanak. A Guardian cikke megemlíti, hogy a magyar politikus rendszeresen bírálja az uniót, a halálbüntetést pedig egy fiatal nő meggyilkolásával kapcsolatban dobta be ismét a köztudatba, azzal, hogy a kérdésnek napirenden kell maradnia, hozzátéve Magyarország semmitől sem riad vissza, hogy állampolgárait megvédje. A Guardian felidézi, hogy Magyarország 1989-ben törölte el a halálbüntetést. Az unió vezetői pedig már tegnap arról beszéltek, hogy a halálbüntetés visszaállítása Magyarország uniós jogainak szűkítésével vagy akár megvonásával járna. Közben arra is többen felszólították az Európai Néppártot, a Fidesz Európai Pártcsaládját, hogy zárja ki soraiból a magyar kormánypártot. Most tehát elemzők a stúdióban, illetve egy valaki a stúdióban, Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És te a telefonnál Lánci Tamás, a Századvég elemzője. Jó reggelt önnek is! Jó reggelt kívánok! Nagy Attilát szólítom meg először. Miért tabu téma a halálbüntetésről szóló vita az Európai Unióban? Én azt gondolom, hogy valószínűleg azért nem foglalkoznak ezzel komoly szinten, már úgy értem miniszterelnöki államfői szinten, hiszen az Európai Unió szerződései, emberi jogi egyezmények kizárják a halálbüntetésnek a lehetőségét. Ez, ahogy én látom például Franciaországot, az ottani radikális jobboldal, a Francia Nemzeti Front témája, amelyik most januárban a párizsi merényletek után annak vezetője kifejtette, hogy vissza kell állítani a halálbüntetést, és a Francia Nemzeti Front erről népszavazást is hajlandó tartani a kormányra kerülése esetén. Tehát ez egy hosszú évtizedek óta kialakult álláspont az Európai Unió vezetésében, hogy a halálbüntetés nem összeférhető a jog és egyéb erkölcsi elvekkel. Lánci Tamás, lehet egy ilyen vita a halálbüntetésről Magyarországon? A vita szerintem már most kialakult, tehát ez nem is kérdés. De még mielőtt válaszolok az eredeti kérdésére, hadd helyezzük egy kicsit képbe a hallgatókat azt illetően, hogy a Guardian miért ír ennyire méltatlan és valótlan dolgokat. Ugye egy hét múlva Nagy-Britanniában választások lesznek, ahol az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb belpolitikai kérdés az egyébként a bevándorlás. És a Guardian, mint egy baloldali napilap, nyilván próbálja diszkreditálni egyébként Cameronnak a bevándorlás ellenes politikáját, és próbálja egyébként az egész bevándorlás politikai kérdést, szakpolitikai kérdést olyan színben feltüntetni, mint hogyha az valami vállalhatatlan dolog lenne. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ott most zajlik egy belpolitikai küzdelem, és ebből a szempontból kell nézni, hogy a Guardian mit írjuk, alapvetően nem Orbán miatt foglalkoznak most ezzel a kérdéssel, hanem a saját belpolitikájuk miatt. De ettől még erre beszélni is utalhat, hogy azért ez tényleg érthetetlen, hogy miért lenne tabu téma
bármilyen vitát lefolytatni, bármilyen most kérdésben. Ide akarok kiukadni, hogy valóban az Európai Unióban a különféle egyezmények tiltják a halálbüntetést, Magyarország is része ezeknek az egyezményeknek, és az európai elitben régóta van egy meggyőződés afelől, hogy a halálbüntetést azt végleg száműzni kell az európai büntetőjogból. Ugyanakkor ez az is látható a különféle közvéleménykutatásokból, hogy ez Európa országaiban az átlag embereknek a véleményével egyáltalán nem találkozik. Tehát van egy nagyon-nagyon érzékeny helyzet, amelyben az elit, az európai elit ellenzi, az átlag európai ember meg támogatja a halálbüntetést. És az elit most abban érdekelt, hogy ez a vita, azt szeretnék, hogyha ez a vita semmilyen módon nem kerülne a felszínre, mert érzik, hogy ebben a vitában nekik nincsenek igazából erős pozícióik, és lényegében a saját választóikkal szemben kéne politizálniuk, hiszen a saját választóik alapvetően, legalábbis az európai országok egy jelentős részében, halálbüntetés párti. Nagy Attila Tibor, ha valahogy Magyarország formálisan, valamilyen formában megnyitja ezt a vitát, akkor akár európai kihatása is lehet, hogy ezt az érvkészletet egy kicsit lazítsa, amit most az imént Lánci Tamás elmondott. Annyiban lehet hatása, hogy felfigyelnek erre a magyarországi vitára. Ennek más most látjuk a jeleit, hiszen már többen reagáltak európai szintéről a Orbán Viktor felvetésére. És ha megengedi, ezzel kapcsolatban két dolgot el is mondanék. Az egyik az, hogy szerintem a magyarországi vita lehet hasznos is. Tehát én nem tartom ördögtől valónak, hogyha a halálbüntetésről, annak hasznosságáról, vagy haszontalanságáról, erkölcsi egyéb dimenzióiról különböző vitát folytatnak Magyarországon. Másfelől viszont lehet kontraproduktív pártpolitikai szempontból, amennyiben, ha az derül ki, hogy bizony a Orbán Viktorék által kezdeményezett vita ellenére sem sikerül megváltoztatni a vonatkozó jogszabályokat annak ellenére, hogy vissza lehessen állítani halálbüntetést. Tehát azok a választók, akik most ennek a vita kapcsán abban reménykednek, hogy esetleg majd Magyarországon visszaáll a halálbüntetést, azok lehet, hogy csalódni fognak, vagy ha nem fognak csalódni, akkor esetleg eleve legyintenek erre az egészre, hiszen a médiában eléggé sokan elmondták már, hogy a jelenlegi nemzetközi hazai jogi környezet nem teszi lehetővé a halálbüntetés visszaállítását. Tehát kérdés ebből a szempontból, hogy mi értelme van ennek a vitának, és én azt gondolom, hogy ennek lehet olyan pártpolitikai vetülete, hogy a Fidesz meg Orbán Viktor azt akarja bizonyítani, hogy a lakosság igazságérzetét érti, megérti. Lánci Tamás, nyílt végű vita várható? Mindenképpen egy érzelemtelített vita várható. És az az igazság, hogy ez a vita egyébként a világ legnagyobb, legerősebb országában jelen pillanatban is zajlik, hiszen az Egyesült Államok tagállamainak a többségében jelenleg is van halálbüntetés, amit gyakorolnak, nap mint nap végre is hajtanak ilyen ítéleteket. Tehát ez a vita egyébként a nyugati világ vezető országában zajlik. Én azt gondolom, hogy önmagában is egyetértve az előttem szólóval, ez egy teljesen legitim vita. Azt, hogy persze ki milyen álláspontot foglal el benne, hát az mindenkinek a szíve joga, de azt gondolom, hogy eleve a vitát elutasítani, és azt mondani, hogy erről nem lehet, tehát tabuvá tenni, az politikai hiba. Mert hogyha a választók megérzik azt, hogy el akarják venni tőlük a lehetőséget, hogy valamiről nyíltan beszéljenek, ez egyébként szerintem nem is demokratikus, másrészt egyébként kontraproduktív is, mert az egyébként olyan erőknek a malmára hajthatja a vizet, amelyek mondjuk a létező legradikálisabb megoldásokat szorgalmazzák ebbe a kérdésbe. Zárszó mindkettejüktől, csak nagyon röviden. Tegyük fel, hogy lesz ilyen vita, ennek formája, helye, parlament vagy máshol? Ennek formája a parlament, ennek formája lehet a parlamenten kívül. Az azért jól látható, hogy ez a vita alkalmas lehetett a Fidesz számára arra, hogy más témáktól most elterelje a figyelmet, illetve a Jobbik vitorlájából egy kicsit kifogja a szelet. Lánci Tamás? Szerintem rengeteg politikai tér van, ahol erről lehet beszélni, és az is látható, hogy a választókat ez érdekli. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a vitát hiba lenne a parlament falai között lefolytatni. Erről szerintem mindenhol lehet beszélni, médiában, akár egy konzultáció keretében, lényegében bárhol.
Orbán Viktor tehát Pécsett a hét első felében a halálbüntetés kérdésének napirenden tartását javasolta, később aztán a Fidesz frakció vezetője legitimnek nevezte ezt a vitát. Vannak tehát jogi, etikai és teológiai megfontolások az ügyben. Erről beszélgettünk szakértő vendégeinkkel, telefonon Lánci Tamással, a Század végelemzőjével, és itt a stúdióban Nagy Attila Tiborral, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével.